Szeretettel köszöntöm a régi és új klubtagokat, ez a Belvárosi Liberális Klub. Gréczi Zsolt urat köszöntöm. Szép jó napot mindenkinek. A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét, aki szakított ránk egy órát, hogy megbeszéljük azt, hogy az ő szemszögéből mi is történik ma Magyarországon, mi történik ma Európában. Gréczi Zsolt nem mindig volt politikus. Én a médiában figyeltem föl rá először, és az első kérdésem mindjárt erre is vonatkozik, hogy nem hiányzik a tévé, a rádió, a színház, a könyv. Hát ugye ez egy furcsa, szép jó napot mindenkinek. Ez egy azért furcsa történet, mert hogy én úgy terveztem az életem, hogy én a kamerának a másik oldalán leszek eredetileg. Majd én kérdezgetek, és akkor majd, akit én kérdezek, az válaszol. És hát tessék, megint ott a kamera. És most megint ott a kamera, csak most ezen a felén vagyok. Igen. Már. És amikor én újságíró lettem, az nagyjából a rendszerváltás hajnala, és akkor én ugyan érzékeltem, hogy van rendszerváltás, és figyeltem is, meg érdekelt is, de annyira nem voltam benne egy ilyen 20 éves gyerekként, aki akkor még a sporttal és a zenével akart csak foglalkozni, hogy emlékszem egyszer a Néhai Magyar Ifjúság című újság, az a KISZ-nek volt az újságja, és én oda a kulturális rovatba írogatta, és egyszer elküldött a szerkesztő, hogy találkozzam a Nagy Feró nevű emberrel, aki aztán azt a pályafutást futotta be, amit. De a történetben, a történet csak annyiból érdekes, hogy elmentem hozzá, az Orci tér mögötti lakótelepen lakott Nagy Feró, és azt mondta, hogy jó, hogy jöttél, megcsináljuk az interjút, de akkor most menjünk el tüntetni, és akkor közben beszélgetünk. Tüntetni? Na, hát az volt a vízlépcső elleni tüntetés. Igen. Tehát én annyira nem voltam még képben, hogy ott, aztán oda menünk, és ilyen százezrek hömpölyögtek az utcákon, és akkor ez még így indult. Aztán lett belőle kultúra, főleg filmszínház, muzsika, és a politika pedig ugye először újságíróként, aztán egyszer csak jött egy telefonhívás 2006 karácsonya előtt Gyurcsány Ferenctől, ugye összed után vagyunk, és azt mondja, hogy átalakítom a kampánystábot, illetve a kabinetemet, jössze dolgozni. És akkor el kellett dönteni, hogy megkérdezted őt, hogy kerültél te képbe? Aztán kiderült, hogy ő mikor figyelt fel rám. Ez akkor volt, amikor neki volt egy, ugye 2004-ben a Medgyessy, mikor megbukott, akkor ő is a Kis Péter volt, talán még emlékeznek a jelenlevők, hogy na akkor ki lesz a MSZP miniszterelnök jelöltje. És akkor volt egy olyan helyzet, hogy én a Négy Szabadságnál dolgoztam, nem, még a Magyar Híradónál dolgoztam, és volt egy olyan feladatom, hogy csináljak meg egy anyagot a Kis Péterrel, és ugyanazokat a kérdéseket az igazságosság jegyében a Gyurcsány Ferenccel, és a Kis Pétert utolértem, el is mondta, a Gyurcsány azt mondta, hogy ő most erre sajnos nem ér rá, de nagyon fontos lenne neki, hogy hát akkor neki is kellene szerepelni. És mondtam neki, hogy akkor én megírom az ő válaszait, hogy szerintem ő mit válaszolna erre. Mert hogy a szerkesztőnek én nem akartam azt mondani, hogy csak az egyik lesz, meg a másik nem. Megírtam, fölhívtam, fölolvastam neki azt, hogy úgy jó, ahogy van. És akkor ez lett a Gyurcsány Ferenc válasz, amit én ott válaszoltam. És utólag, amikor mondta, hogy tulajdonképpen ő miért keresett meg engem, akkor azt mondta, hogy ez volt az első olyan benyomása, hogy nekem ez lehet. Jó, ez azóta is így van? Nem. Nem. Mindig maga írja a beszédeit, és nagyon kínosan ügyel is arra, hogy ez a... Mert azért neki van egy ilyen sajátos szófűzése, meg stílusa, amit egyikünk sem tud így. Maximum esetleg tudunk valamennyire hasonlítani, tehát amit ma kiírt az Orbánról, hogy itt ki fogják ma rúgni, ugye az is az ő szövege. Ha én írtam volna, akkor nyilván máshogy néz neki. Finomabb lenne? Igen. Hát azt nem tudom, de az, hogy
az Európa ma ellöki Orbánt magától, az olyan nagyon Gyurcsány. Én azt írtam volna, hogy ki fogják ma rúgni, mert ez az igazság, de ő azt a kifejezést használja, hogy ellökik. És lehet, hogy ez egyébként jobb is, mert van benne egy ilyen nagyon eltaszító mozdulat, a kirúgja az olyan nagyon triviális, az a népnek szól, az ellöki az meg kicsit ilyen, tehát ő jelzi is azt a testi kontaktust, ahogy ma el fognak bánni ezzel az emberrel. Van neked olyanod, hogy zöld sasok diploma? Mesélnél erről? Mi ez? Hogy van? Most így zöld pulóverben. Ja, az most véletlen. Véletlen. De hát az úgy volt, hogy hát én az apámtól örököltem ezt a fradi szeretetet, ami hát szintén még nyilván a gyerekkoromra tevődik, és nem függ össze azzal az időszakkal, hogy mit tudom én, politikailag átitatódjon. És amikor tőlem ezt meg szokták kérdezni, hogy jó, de hát Kubatov, hát erre azt tudom mondani, hogy ennek a Ferencvárosnak, és hát az összes létező magyar egyesületnek mindig voltak politikus. Hát nem mondott, hogy Garancsi, Deutsch. Például, de hát most a rettenetes kimondani, de 44-ben a Ferencváros elnöket Jaros Andornak hívták. Az 50-es években Münich Ferencnek hívták. Volt Tordján József is a Ferencváros elnöke, na de akkor Farkas Mihály, meg mindenki, tehát minden korban megvoltak azok az emberek. Tehát én ezt ettől elvonatkoztatom, és a 80-as években, még a rendszerváltás előtt, én ott sertepert éltem a fradi környékén, és akkor egyszer csak megtaláltak ott engem mindenféle emberek azzal, hogy nem akarok a baráti kör elnökségi tagja lenni, mint ilyen fiatal emberke, és akkor én azt elvállaltam, és az nagy megtiszteltetés volt, mert úgy kezdődött a népsor, hogy Albert Flórián, és hát azért ő mégiscsak nem akárki, és akkor nagy megtiszteltetés volt, és akkor ilyen szurkoló jankétokat vezettem az Üllői úton. Meg nem kevertek össze a Gécivel? Az iskolában volt olyan, hát az anyukám szerint időnként elő is adtam, hogy volt a Géci István nevű kapusa a Ferencvárosnak, és az apukámat is Istvánnak hívták, csak volt benne egy R betű a nevében, és az anyukám azt mondja, hogy szerinte időnként el is játszottam ezt az iskolában, hogy most hazamegyek, mert az apámnak védenie kell a Ferencvárosban, de ez nem volt, de én erre nem emlékszem, de nem az apukám volt, de tehát a Ferencváros eredményeit most is kiemeltem figyelem, meg szurkolok nekik természetesen. Hát ez nem függ attól, amikor már rég nem lesz Kubatov, meg Fidesz, remélhetőleg Ferencváros akkor is lesz, mint hogy remélhetőleg MTK, meg Honvéd, meg Vasas, meg minden más is legyen. Újpest, bármi, de legyen. Tehát ez nálam nem, nincs összefüggésben, de valóban a Ferencváros szolgálatáért kaptam egy zöld sasok diplomát, amit egyébként Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó írt alá, úgyhogy egyébként a szobám falán ez is ki van téve. Tudsz focizni? Mert én valamikor játszottam is a Fradiban, ilyen serdülő gól király még voltam, na. Aztán játszottam egy darabig az újságíró válogatottban. Milyen poszton játszottam? Hát csatárként. Igen, én ott rúgdaltam a gólokat. A Hegyi Ivánnal például nagyon jól megértettük egymást a pályának, egyébként kiváló focizott. Igen, a Népszabadság sportrovatánál dolgozott. Most itt a 13. kerületi tévében van egy műsora. Így van. Ivánnak, tehát volt közöm játékosként is a Ferencvároshoz. Lábbal vagy fejjel értél el több gólt? Hát ugye az volt az érdekes, hogy viszonylag kevés olyan csatár van, aki ballábas, azok általában jobblábasak, de én ballábas vagyok, és időnként ennek az ilyen, akkor még ilyen fiatal süldő gyerek voltam, voltak olyan folyományai, hogy amikor ilyen zenekarok jótékonysági foci meccseket csináltak az úttörő stadionban, akkor engem meghívtak játszani, és egyszer egyébként akkor hagytam abba ezt, amikor a Vikidár Gyula eltörte a lábamat, de ez véletlen volt. A Körcsarnokban volt egy ilyen, az is valami jótékonysági gála meccs volt, színész újságírók meccs, és nagyon úgy éreztem, hogy ez nekem menni fog. Bevittem a labdát két ember közé, azt hiszem a Lakló Taladár meg a Cseke Péter, és akkor bevittem, valahol elhagytam a labdát, átestem a lábukon, és hátulról jött a Vikidál, aki átugrott, csak éppen rá a lábfejemre.
Úgyhogy akkor döntöttem úgy, hogy... Ebből elég volt. Énekelni... Szeretek a labdával játszani. Énekelni tudsz-e? Utalok itt a padödős, presszeres, zorános, flipperöcs is kapcsolataidra. Nagyon fölkészült vagy. Hát ugye erre azt szoktam mondani régen, hogy fiatal voltam, kellett a pénz, de tehát ugye ez úgy van, hogy valamikor írtam dalszövegeket rendszerváltás után. Az első a padödő volt. A legismertebb ezek közül, amit a padödővel és a Novai Gáborral írtunk, az a Bye Bye Szása, azt talán mindenki ismeri, az részben az én nevemen van. És az azért volt nagyon érdekes, mert egyrészt nem gondoltunk, hogy ekkora sláger lesz. Erre akkor döbbentem rá, amikor a Demszki Gábor főpolgármester először megszervezte a Hősök terére, és akkor minden évben ilyen emléknap lett, a szovjet csapatok kivonulásának napja. És a Hősök terére csinált egy ilyen bulit, és én ott ültem a hangfal mellett, valahol föl, és ilyen irgalmatlan tömeg volt, boldog-boldogtalan föllépett. És akkor kiállt a két lánya, Maria meg a Györgyi, elkezdték énekelni a Bye Bye Szását, ott lestem ki a hangfalak mögé, és láttam, hogy mindenki énekli. Mondom, Jézus Mária! Ott 100 000 ember énekelt a Bye Bye Szását ordítva, és akkor rájöttem, hogy ennek, tehát a dalszöveg írásnak van egy ilyen, vagy a dalszövegnek van egy erős ereje, vagy társadalmi hatása. Persze nem úgy kell engem elképzelni ez ügyben, mint mondjuk a Bródi Jánost, vagy a Stevanovic Dusánt, vagy a Fenyő Miklóst, vagy a Demjén Ferencet, vagy valahát a legnagyobbakat, hanem hát én is bepróbálkoztam ebbe a szakmába. Írtam dalt a Szikora Robival elég sokat. Az Angyalbőrben című produkciónak, azt most megint adta a tévé. Fura volt, hogy éppen ott valamit szöszmötöltem a konyhába, és hallom, hogy mi ezt én írtam. Éppen vége lett az aznapi epizódnak. Hát szegény Flipper öcsének is írtam dalokat, róla most éppen készül egy könyv, valami emlékkönyv. És hát a dal szövegíráshoz valamilyen módon pedig kapcsolódott az, hogy hát nagyon sokat töltöttem stúdióban. Megnéztem, hogy hogyan veszik fel, meg föléneklik ezek az emberek. A Stankai Pistának csináltunk egy lemezt a Szikora Robival. Hát sok ilyesmi volt. És akkor egyszer csak az volt, hogy kellett kórus. És akkor bementem, és én is énekeltem. Na, úgyhogy így, jó volt a kérdés. Abszolút, úgyhogy ilyen ergo lemezen is vokáloztam, meg nem tudom, mindenféle ilyen dolgok történtek velem. Némelyikről még videó is van. Azokat most már csak ilyen VHS kazetták őrzik otthon a gyerekem ágyának az aljában, úgyhogy azokat már nem merem elővenni. De volt ilyen, tehát, hogy ott ültem, álltam a fülessel, mellettem a Szikora Robi, és ott óvégattunk. De volt ilyen. Ilyen is volt. Gidákat is ismered. A gidákat is ismertem természetesen, de nem olyan formában ismertem meg a gidákat. Jó, nem kell mentegetőzni. Nem is szívesen mentegetőzni. Szívesen mondanám, hogy nem csak úgy ismertem őket, legalábbis némelyiket, most így végig gondolva, de természetesen mindenkit ez ügyben jól ismertem. És hát ugye az volt az érdekes még Szikora Robi ügyben, hogy gyakorlatilag az ő kapcsolatrendszere segítettek engem abban, hogy nem a világ végére vittek el katonának, mert én még ebbe az egyéves katonai ciklusba éppen belecsúsztam az egyetem után, és akkor mutatták be ezt az Angyalbőrben című sorozatot a tévében, és hát behívtak katonának, és én akkor már nem voltam fiatal, katonának voltam 25, tehát ilyen 18-19 éves gyerekek ugrabugráltak ott körülöttem első nap, és fölállítottak minket a folyosón, és egy ilyen ekkora gyerek ordibált velünk, hogy nézzük az áramot, ahogy fut a, nem tudom én, a kábel, meg, és akkor most pucolni fogjuk, ultrázni fogjuk a követ, meg mindek tudnak sakkozni. Hoppá. És akkor volt, aki fölemelte a kezét, na akkor maga fogja a kockás, nem tudom én mit, fő, hát ilyen, ezek a sutyó katona poénok mentek. Az úgynevezett szivatás című történet, igen, hát előtte is évtizedekkel, csak akkor mondjuk 2 évet vagy 3 évet volt az ember katona, és nem egyet, és akkor az történt, ezt gyorsan elmesélem, hogy ott álltunk, és akkor na, hogy könnyebb legyen a munka, honvédek, akkor, és akkor berakta az Angyalbőrben című kazettát.
és akkor valami fölködlött bennem, hogy itt a menekülési lehetőség, és mondtam, hogy hát ezt én írtam. Viccel a honvéd. Hát mondom, nézzük meg a kazetta tokját. Ott van Gréci Zsolt. Tényleg? Másnap a teljes laktanya ott állt haptákban, hogy hát ugye, mert előtte volt pár nappal hír, hogy a Szikora Robi kapott Fürr Lajostól egy díszkardot az angyalbőrben zenéjéért, mint honvédelmi minisztertől, és ez volt, hogy ez egy csütörtök esti nap volt a bevonulás napja, vasárnap megérkezett Szikora Robi látogatóba. A tábornokok ott bokáztak, és onnantól nagyon nehezen tudtam megúszni, illetve rávenni őket, hogy hagyjanak engem is suvickolni, mert mindenki ki akart venni engem, mert akkor hirtelen láttam a csókos fiú, de aztán végül is hagytak, és még az esküt is én mondtam. Zsolt, igen. Tudod-e, hogy ma minek a világnak joga? Valami kellemes dolog. Kellemes. A szeretet, ölelés, boldogság. Boldogság világnak. Boldogság, gyere haza. Igen. 7 éve az ENSZ döntése alapján, úgyhogy most ez a boldog időszak következik, amiről kérdezni foglak. Igen. Eddig játszottunk. Igen. Na. 2007-től 2009-ig a miniszterelnök Gyurcsány, majd a Bajnai kabinetjében dolgoztál, mint kommunikációs főtanácsadó. Így volt? Így. Azt mondd meg nekem, hogy amikor létrejött a platform az MSZP-n belül, akkor mire gondoltatok? Pártszakadásra gondoltatok, az MSZP átalakítására gondoltatok, vagy tényleg létre lehet hozni egy Orbán ellenes népfrontot? Ez azért nagyon fontos kérdés, és köszönöm szépen is, hogy fölteszed, mert erről sose beszél senki, hogy ott mi zajlott, vagy mi történt, hogy miért vált ki a Demokratikus Koalíció Magyar Szocialista Pártból. Hát de azért kérdezem, igen. Nekem is ködös. Tudom, mert erről senki nem akar beszélni, mert mindig azt mondja, most már úgy történt, ahogy volt. Na végre valaki. De akkor elmesélem. Kíváncsi. Tehát ugye a Gyurcsány azt találta ki, hogy hát meg kell reformálni ezt az MSZP-t. Ez így nem lesz jó, ez így egy ilyen folyamatosan ereszkedő, lassuló pálya lesz, aminek az a vége, hogy ellehetetlenülés lesz, vagy társadalmi támogatottság nagyon visszaesik. És akkor, ma már kevesen emlékeznek rá, a Gyurcsány Ferenc elindított egy pártszavazást az MSZP-ben. Ha jól emlékszem, 5 pontból állt, és ezt már ugye platformként tette, és mert akkor még fontosak voltak az MSZP-ben a platformok, most tudom, hogy léteznek-e. De háttérben volt valami kamupárt is, ami egy menekülési útvonal. De az már egy másik történet. Később. Jó. Tehát ugye arról van szó, hogy föltette ezt az 5 kérdést, és az történt, hogy ezekre döntő többségében a szavazóknak, akik ebben részt vettek ebben a pártszavazásban, elsöprő többsége mind igennel szavazott, mind az 5-re. És a végén az MSZP azzal hiúsította, azzal mondta ki, hogy a pártszavazás érvénytelen és eredménytelen, hogy bemondtak egy olyan taglétszámot, amihez képest ez egy nem volt elegendő szerintük. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk 12 ezer résztvevőből 10 ezer körül egyetértett vele, akkor bemondták, hogy van 30 ezer tagja a pártnak. Na de hol, ki, merre, meddig? Hát ahhoz képest nem értem az 50 szám, hát akkor sajnáljuk, de... De képviselő úr, kik mondták be? Hát az MSZP akkori vezetése. Kik? Akik úgy döntöttek, hogy ők ezt nem szeretnék. Ezt a most azt tudnám mondani, hogy a főkolombos ebben az akkor még fontos pozíciót betöltő Baja Ferenc volt, de a lényeg az volt, hogy az jött ki ebből a történetből, hogy mintha nem lenne elégséges a Gyurcsány kezdeményezése mögötti támogatás, hiszen ahhoz képest, amit ők mondanak, de ha 50 ezeren mondtak volna igen, akkor lehet, hogy 100 ezeren mondtak volna, hogy van ennyi tag. És ezzel gyakorlatilag azt a helyzetet állították elő, hogy vagy benn maradsz kvázi megverve, vagy csinálsz valami újat. És akkor történt az, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor, bár én sosem voltam az MSZP tagja,
de hát ugye mellettelenő munkatársként úgy döntöttünk, hogy akkor ezt itt befejezzük ezt a bohóckodást, és csinálunk egy másik pártot. Így lett aztán a Demokratikus Koalíció platformból, Demokratikus 2011. október, ugye? 2011. október 23, Fáy utcai sportcsarnok, és nagyon örültem neki, szegény Somló Tamás, aki azóta már nem él, az LGT tagja, akit én fölhívtam előtte, hogy nem jönne el nekünk énekelni, és az a kockázatos volt 2011-ben, Orbán ereje teljében, az MSZP pedig így nézett minket, meg amúgy is, és a Somló Márko nagyon beteg volt, és Németországban volt egy ilyen kemoterápiás kezelésen, és ennek ellenére hajnalban elindult az autóval, és megérkezett 10 perccel előtte egy kemoterápiás kezeléssel, és fölment a színpadra, és úgyhogy én a Tomit amúgy is nagyon szerettem, de hát ezúton is lengetem a kalapomat, és szia Tomi, így. De megalakítottuk a DK-t, és nagyon jól tettük. Most hány tagja van a DK-nak? Van 11 000 körül van. Ez nagyjából egy ilyen állandósuló szám. Időnként 200 elmegy, időnként 200 jön. Tehát ez ilyen nagyjából beállt. Szerintem ez nagyjából taglétszámra, és ezekről konkrétan tudom, hogy létező személyek, tehát nem arról van szó, hogy itt föl van töltve, mint néhány politikus Facebook oldala Kínából vásárolt, meg arab országokból vásárolt lájkokkal. Hát szerintem ez egy elég erős szervezet, ahhoz képest, amilyen a magyar pártviszony ma. Országosan hol vagytok erősek, és hol kevésbé? Ugye ez egy azért nehéz ügy, mert ma nagyon nem sik politikával foglalkozni. Tehát én most azon is örvendezek, hogy egyáltalán, tehát ennyien eljöttek egy ilyen mostani beszélgetésre. Tavasz van, meg millió más dolgot csinálhat az ember, és most ez vidéken, főleg kis településen, falun, meg még inkább így van. És mindenki ismer mindenkit. Tehát ha valaki elmegy egy rendezvényre, hogy jött egy ellenzéki politikus, pláne hogy DK-s, hogy csomó olyan van, aki jelzi, hogy ő tudott volna még hozni embert, de azok nem mertek eljönni, mert a fiának, a lányának, a menyének, a húgának, a nővérének, a bátyja, meg a... Igen, meg ő az újságárus, meg majd kirúgják a patikából, meg a trafikból, meg bárhonnan, és akkor emiatt van ez a furcsa visszafogottság. Úgyhogy nem egyszerű politikára rábírni embereket, hogy foglalkozzanak vele, és hát amúgy is rengeteg hatás éri őket. Tehát, hogyha valaki mondjuk bevállalja, hogy én DK-s vagyok, hát minden a Fidesz össze-vissza üti. Szervezet? Az alap természetesen, igen, hogy minden megyeszékhelyen legyen. A DK alapvetően városi párt, tehát falvakban nem annyira, de alapvetően városi párt. Megyeszékhelyek, és nyilván erősen Budapest. Igen, ezt érezzük. Igen. Azt tessék nekem megmondani, hogy ismered-e Kurtyán Ferencet? Nem ismerem, de azt hiszem, de tudom, kiről van szó. Ez az a Tolna megyei MSZP-s? Az. Te jó Isten. Aki most a Mesterházit jelentette fel, ugye? Hát többek között. Ja, többek között. Akkor meg téged is. Hát engem is, igen. Azzal vádolt ez az ember engem, akiről azt se tudom, hogy kicsoda, azt hiszem valami Tolna megyei, vagy Szekszárdi MSZP-s, hogy én egy adott időpontban, délután 2 órakor egy bizonyos szekszárdi kocsmában borozgattam a Fidesszel, a helyi fideszes elnökkel. És ezt meg is iratta valamilyen helyi, nem tudom én hol, és én éreztem, hogy e mögött egy politikai szándék van, ez nem simán ilyen hülye, és rossz indulatú, hanem mögött van egy ennél magasabb MSZP szándék, van egy magasabb szintű MSZP szándék, hogy nekem valamit ártani kellene. Most a probléma következő volt, hogy én délután 2 órakor éppen Budapesten tartózkodtam,
és a, ugye akkor még nem volt leégve a mi irodánk, és ha ott elmegyünk mellette, ott van egy, a sarkon egy bank, és annak van egy kamerája. És mi kikértük azt a felvételt, és 13:57 perckor éppen Virsing Viktóriával, a DK kommunikációs igazgatójával sétáltam el a parkoló felé, és erről ott a felvétel, ha esetleg valaki aggódott volna. De volt itt másik probléma, egy, hogy én nem iszom alkoholt, soha. Soha nem is ittam, azt se tudom, milyen ízűek. Tehát nem borozgathattam a Fidesz-szel Szekszárdon délután 2 órakor. Ráadásul nekem vannak rokonaim Szekszárdon, tehát a... Innen jött az ötlet. Lehet, de hát nagyon mellé nyúlt ez az ember, és akkor ebből nagyon komoly baj lett, mert az MSZP akkori kommunikációs vezetője, aki most megint kommunikációs vezető, az elkezdte ezt így nyomni a sajtóban. Tehát így ez egy ilyen, úgy gondolt, hogy legyen ebből egy MSZP-DK harc. Miért jó, ezt nem tudom. És akkor ennek az lett a vége, hogy a Molnár Gyula volt akkor az MSZP elnöke, aki hát konkrétan kirúgta ezt az embert, akit azóta visszavettek, aki egyébként azóta bakot tartott nekem a TV székháznál, hogy át tudjak mászni a kerítésen. Tehát, hogy csak, hogy ebből már az Örkény írna egy percest. Magyarországon vagyok. Igen, Magyarországon vagyok. Ugyanaz az ember, aki engem gyakorlatilag össze akart mosni a Fidesz-szel, az eltelt, mint hogy másfél év, és tartotta a bakot, hogy át tudjak mászni a tévészékház kapuján. Nem, hát nem jól indult ugye az MSZP meg a DK viszonya, hiszen egy szakítással kezdődött, meg ahogy mondod, egy csalással kezdődött, egy meghamisított szavazással kezdődött. Na de nem gondolod azt, hogy ez nektek most nem gúnyolódom, nagy embereknek fontos, de hogy a mezei MSZP és DK tagoknak nem ez a fontos, abban én biztos vagyok. Mármint a két párt viszonya. Igen, igen. Hát az úgy van, hogy... Bocsáss meg még egy mondat. Igen. Minél följebb megyek a ranglétre, már nem én, hanem akivel beszélek, ebből a két pártból, annál inkább látom ezt rajtuk. Tudom, ezt nem hallatszik, de látszik. Látom ezt rajtuk, és minél inkább egyszerűbb tagokkal, vagy szimpatizánsokkal beszélek, annál kevésbé. Majdnem mondtam valamit, hogy mit mondanak, mit csinálnak ott fönt. Szóval ez bonyolult. Azért bonyolult, mert az MSZP, én azt gondolom, nagyon nehezen viseli a demokratikus koalíció létét egyáltalán. És ez nem arról szól, hogy a Gyurcsány kilépett meg egyebek. Engem borzasztóan zavar, hogy a Magyar Szocialista Párt megtagadta azt a 8 évet, úgy, ahogy van, a 2002-2010 közötti időszakot. Sehol nem szeretnek róla beszélni, se a nyilvánosságban, se parlamentben, sehol. Nagyon-nagyon-nagyon néha előkerül ebből valami, de ha a Fidesz elkezd 8 évezni, akkor inkább csendben vannak, ahelyett, hogy fölállnának és azt mondanák, hogy na, akkor álljunk itt meg egy szóra. Na most én ezt eljátszom a parlamentben minden nap. Tudom, hogy ez nagyon kevés emberhez jut el, meg ki a bánat néz manapság parlamenti közvetítés, de én soha nem hagyom ki. Tehát ha jönnek szembe, én már nyomom a gombot és megmondom, hogy a Gyurcsány alatt 3-szorosára nőtt a családi pótlék és a mert nem hagyom annyiban. Egyrészt ez rettenetesen zavar engem, másrészt pedig ez a kétségkívül van egy ilyen fajta rivalizálás, de azt azért azt tudom erre mondani, hogy a DK iszonyatosan sok kompromisszumot hozott. Tehát a 2018 áprilisi választáson 46 helyen léptünk vissza. Senki más ezt az áldozatot meg nem hozta. Tehát mindenki mondta, hogy ó, hát a DK, hát csak ennyi szavazó lett meg. Ez azt jelenti, hogy 60-valahány körzetben nem volt a szavazólapra írva, hogy demokratikus koalíció. Hát nem, az volt, nem azért szerepelt a DK saját reményeihez képest nem elég jól relatíve, mert ugye még soha nem volt frakció, most meg lett, hanem azért, mert ennyi helyen visszaléptünk. Az LNP 105 helyen indult, vagy 104 helyen. A Jobbik 106 helyen, a DK meg 46 helyen. Hát akkor
Szóval időnként a DK ez ügyben szerintem nagyon, nagyon sok áldozatot hozott, és ugye manapság azt a kérdést teszik fel sokan, hogy de miért nem indult a közös listán az európai parlamenti választása. Hát egyrészt azért, mert a medián felmérése szerint ez inkább visz, mint hoz. Tehát itt biztos, hogy mindenki akarna egy közös listára szavazni, ami mondjuk a Jobbik alelnöke is rajta van, meg a... Nem, ugye? Szóval azért... hát igen, vagy az LMP, nem tudom én, ki jelenne rajta. Tehát szerintem a megállapodásnak az önkormányzati választásra kell valahogyan kialakulnia, mert ott már tényleg nem lesz kérdés, hogy most akkor, vagy legalábbis kevésbé lesz kérdés, hogy ki a jelölt. A lényeg az, hogy ha lehet, egy jelölt legyen a Fidesszel szemben, és iszonyatos sok áldozatot kell majd hozni azért minden pártnak, hogy ez így kijöjjön. Maradjunk még egy picit májusnál. Szerinted melyik az itt, ugye két választás lesz Magyarországon, melyik a fontosabb választás szerinted? Hát most, hogy a Fidesz szelme az történik, ami történik, tehát meglátjuk. Igen, tehát nagy valószínűséggel felfüggesztik a tagságát, a néppárti tagságát, és hát olyan hírek jönnek, hogy az Orbán ezek után még ma bejelenti, hogy kilépnek a néppártból. Ki fog derülni, hogy ez így van-e. De az Orbán meghirdetett egy sajtótájékoztatót már, és miután mikor jöttem a villamoson, azt olvastam, hogy az Európai Néppárt elnöksége viszi be azt a tervezetet, hogy föl kell függeszteni. Ez nagy valószínűséggel ez fog történni. Igen. A magyar választásokkal kapcsolatban a következőt olvasom ma a Facebookon. A következő mondatnak voltaképpen nincs értelme, mégis igaz. A magát demokratikusnak nevező ellenzék folyamatos öngyilkosságának vagyunk tanúi. Tudod, ki írta? Igen. Nem is nagyon-nagyon boldog attól, hogy ilyeneket ír valaki. Ki? Majtényi László. Akkor beszélgessünk egészen őszintén. Engem borzasztóan zavar a liberális értelmiségnek ez a folyamatos köldöknéző, ellenzéki pártokat rúgdosó magatartása. És ráadásul én azt gondolom, hogy egy olyan embernek, aki ennek a közös ellenzéknek, akit most éppen megint megtipor, a közös köztársasági elnök jelöltje volt, annak másfajta felelőssége. Még akkor is, ha már éppen nem köztársasági elnök jelölt, de elvállalta ezeknek a pártoknak a felkérésére, és ott ült például a DK elnöksége előtt is, akkor szerintem ezen már egész egyszerűen túl kellene lépni. És még egy problémám van ezzel. Mit kellene még csinálnunk? Mit csináljunk? Őszintén kérdezem, mit csináljanak még az ellenzéki pártok azon kívül, amit csinálnak? Szanaszét tiportuk az aznapi ülést, amikor a közigazgatási bíróság és a rabszolgatörvényről. Ott fagyoskodtunk az emberekkel, utcán, téren, a tévészékházban megverték a képviselőket, ott feküdtünk a kövön egymás mellett szolidaritásból, jobbikos, MSZP-s, DK-s, liberális, a Bőszanett is ott feküdt mellettem a kövön. A Bangoré Borbé Ildikónak aznap volt a házassági évforduló, és otthon várta a férje. És mondtam is neki, hogy ehelyett velem feküdtél le a kőre. És de mit kellett volna még csinálni? Most vették el a fizetésünket, amiről úgy rendelkezünk, hogy jótékony célra kell, hogy utalja a kövér. De tehát mit kell még tenni ahhoz, hogy ezeknek az embereknek, ezek az ellenzéki pártok megfeleljenek? Nincs jobb, szeretném jelezni. Ezekre az ellenzéki pártokra 2,7 millió ember szavazott a választáson. Többen szavaztak ezekre a pártokra, mint a Fideszre. Mit kell még csinálni? Hát akkor tessék mindenkinek csinálni egy jobbat, és azt mondani, hogy akkor belekezdünk. Szoktál jósolni? Nem, de még utolsó mondatom ehhez a körhöz. Tomás Gáspár Miklós is írja, hogy na, az ellenzék. Tomás Gáspár Miklós volt a Szabad Demokraták Szövetségének országgyűlési képviselője. Majd, és erre ma már senki nem emlékszik, létrehozta a Zöld Baloldal nevű pártot. Ki emlékszik rá? Senki. Ja, még néhány emlékszik. Létrehozta a Zöld Baloldal című pártot. Hány szavazatot tetszettek kapni?
Eltetszettek indulni? Van szervezetük Moson-Magyaróváron és Nyéklátházán? És utána besétál a tévéstúdióba, és azt mondja, hogy ezek mind hülyék, már mint mi. Miközben, hát az ő politikai pályafutása lett kudarc. És mindenki, és egy csomóan, akiknek kudarc lett a politikai pályafutása, van ilyen közíró is, most nem a Gazsira gondolok, hanem internetes portál megmondó embere is, aki folyamatosan ütiveli az ellenzéket, miközben én pontosan tudom, hogy mikor, melyik pártnak, meddig volt tagja, és tehát meg vagyunk áldva velük, ez az igazság. Jó, ez most így provokál bennem egy kérdést, amit most elmondtál, hogy májusban, erre kérdeztem, hogy jó tehetséged van-e, hány EP képviselője lesz a Fidesznek? Én úgy szoktam kikerülni ezeket a válaszokat. Sok, kevés, nem kell. De annyi, mint múltkor, kevesebb. Azért nem tudom megmondani. Egy is. Mert a politikában iszonyatos gyorsan változnak a dolgok. Aki egy hónappal ezelőtt azt mondta volna, hogy ma a Fideszt kirúgja az Európai Néppárt, hangosan vihogtunk volna, hogy ki ez az elmebeteg, aki ilyet állít. Mi fog ma történni? Ez fog történni. Nem mondanám. De tudok történelmi példát. 1956. október 22-én Gerő Ernő fölült a vonatra és elment Titóhoz. Meghagyta Piros László belügyminiszternek, lehet, hogy itt van az újság valahol körülöttünk. Meghagyta Piros László belügyminiszternek, hogy döntse el, hogy született egy vers után, no? Igen, Piros a Véra, igen, igen. Hogy a lengyel szolidaritási egyetemi menetet most engedélyezik, vagy nem? Este feküdt a Sztálin szobor. Ki gondolta volna? 89. december 22-én Nikolaj Ceausescu kiállt a teraszra, integetett, elkezdett beszélni. 4 nap múlva mindenki azt nézte, szerintem ti is, önök is, Köszönöm. Hogy hogyan végzik ki egy iskola hátsó udvarán az asszonnyal együtt. 1789. július 13-án, hogyha a Sonda Ipsos csinált volna egy felmérést Franciaországban, hogy mi a helyzet a királysággal, mindenki azt mondta volna, minden rendben van. Hát ott a Lajos az jó fej, nincs azzal Mária semmi baj. Antónia, milyen helyes. Ó, hát milyen helyes. Másnap lerombolták a Bastille-t, a király meg menekült. Tehát nem tudom. Tehát most azok után, ami a Fidesz-szel ma történik, nem tudom, hogy ez hogyan csapódik le. Igen, Mária Terézia lányát meg lenyakozták. Így, igen. No, ezt azért tudtam, hogy ezt fogod válaszolni nagyjából, mert van egy kis gyakorlatom politikusokat kérdezni. Csak azért kérdeztem ezt mindazok után, amit előtte elmondtál, hogy a kövön feküdtetek, igen, meg egyebek, hogy hol fog ez kijönni nekünk, a pornépnek. Hol hát fog ez nekünk visszaköszönni? Az én reményem az, de hát ez is majd akkor derül ki, ha így van. Én nagyon az önkormányzati választásra összpontosítok. Nagyon imádtalak benneteket. Nem azt, hogy vertek, azt is néztem, de imádtalak, meg a fehér sapkás lányokat is nagyon imádom. Anett jó barátom. De azt kérdezem mindegyiköttől, hogy hol lesz ennek politikai haszna, eredménye? Na, hát erre mondom én azt, hogy én abban bízom, de hát addig is mindennek kell történnie, és olyan nehéz. Rettenetesen nehéz, de a lényeg az, hogy ugye ma mindenki úgy néz a Magyarország térképre, mint ami narancssárga. Hát az is. Mindenhol narancssárga, van egy kis piros Szegeden, vagy nem tudom én, ilyesmi, meg a itt a 13-ban, ilyesmi, de hát ugye az egész alapvetően narancssárga. És az én álmom az, hogy valamilyen, hogy úgy alakulnak a dolgok, és olyan megszületnek azok a megállapodások. Nyilván nagyon sok ember, sok pártnak sok helyen fog folyni a vére a különböző településeken, ahol mégse te indulsz Sanyikán, mert a muszáj volt átengedni neki, de cserébe a Józsi indulat, és az miért jó nekem, ha Józsi indulat, és a Sanyi vagyok. És ez megígéred, hogy így lesz? Már hogy... Hát, hogy fog folyni a vérük?
Hát most is ez megy. Hát olyan kompromisszumokat kell hozni, hogy nézni is terem. Nem a erősebb kutya? Hát nem, mert hát valahogyan ki kell ezt egyensúlyozni. Tehát a... És hát ugye, és ugye ebben az nagyon sok rossz kompromisszumot. És hát most akkor képzeljük el, hogy eközben van egy LMP és Jobbik által támogatott akárki Budapesten, még akkor azzal mi lesz, de akkor I have a dream, akkor én abban bízom, hogy azon az októberi éjszakán, amikor a választási térképre ránézzünk, akkor azt fogjuk látni, hogy Budapestet elhozzuk, a kerületeknek legalább a felét elhozzuk, hát mondom legalább. Legalább. És a megyeszékhelyek is. Tehát úgy fog kinézni ez az egész Magyarország térkép, mint egy patchwork. Lesz benne kék, piros, fekete. Ezek azok a kérdések, amikre nagyon nehéz válaszolni, de a lényeg az, hogy és ha ez egy másik Magyarország lesz aznap éjszaka, mert hirtelen mondjuk Dunaújvárost elhoztuk, vagy Pécset elhozta az ellenzék. Győr, hát azt nehezebben látom magam előtt, de mondjuk Miskolcot elhozza, Nyíregyházát elhozza, Szombathelyet elhozza, és így tovább. És akkor hirtelen azt látja majd az ember, hogy akkor ez egy másik Magyarország. És ha bele nézünk abba, hogy az Orbán nemzetközi pozíciói hogyan romlanak, mert jelentősen romlanak, akkor onnantól kezdve fölgyorsulhat egy folyamat. Churchillre hivatkoztál, egy 1946-os, nem is tudom, Dobrevtára hivatkozott vagy te. Én. Mindegy is. Hogy 1946-ban meghirdette az Európai Egyesült Államok eszméjét. Hát ahhoz képest ugye most Anglia, de hagyjuk ezt a kérdést. De hát mondtad, hogy egyik nap nem lehet tudni, hogy mi történik másnap, de most nem külpolitizálunk ezt most. Én ezt tulajdonképpen azért vettem elő azt az idézetet, mert például a parlamentben kiválóan lehet használni. Ugyanis jön szembe folyamatosan a Fidesz, hogy a nemzetállamok helyett föl akarják maguk adni a Magyarországot és az Európai Egyesült Államok, és erre azt tudom mondani, hogy ezt egy Churchill nevű konzervatív brit háborús hős találta ki. Ez nem egy Georgi Dimitrov, vagy Josip Vissarionovics Sztálin, vagy egy nem tudom én, Erich Honecker, Todor Zsivkov találmánya, Gustav Husák találmánya, szó nincsen róla, ezt egy Churchill nevű ember mondta ki először. És akkor így néznek a túloldalról. Így van. De nem megint az van, hogy várjuk azt, hogy majd megoldják. Én 56-ban 16 és fél éves voltam, mindenhol ott voltam, de ez most másik heroikus történet. Még jó, hogy itt vagy. Még jó, hogy itt vagyok. Igen. És vártuk az ENSZ csapatokat. Mm-hmm. Nagyon vártuk, hallgattuk a Szabad Európát, az Amerika hangját. Nem jöttek. Fontosabb volt Suez. Most se fognak jönni. De ma megoldják Magyarország problémáit Brüsszelben? Nem. Arról van szó, hogy Magyarország mindig kicsit nehezen mozdul, de akkor megmozdul. Tehát mindig valamilyen külföldi impulzus hatására indulnak meg magyarországi folyamatok. 1848. március 13. Bécs, március 15. Pest-Buda. De azt mondtad, hogy Orbánra most számol rá a bíró. Igen. 1956. Varsó, Budapest. 1989. Berlini fal, nem sorolom, Ceausescuig bezárólag, Bush és Gorbacsov megállapodik abban, hogy az oroszok elengedik, ezt, tehát Közép-Európát elengedik. Tehát valamilyen nemzetközi folyamat hatására indul el valami. És én most abban bízom, hogy a magyar diktátor pozíciói olyan szinten gyengülnek most meg Brüsszelben, mert hogy meg fognak gyengülni. Hát, tételezzük fel, még nem olvastuk el a hírekben, de tételezzük fel, hogy ma felfüggesztik. És akkor még az Orbán ma még nem jelentette be, hogy kilépnek, bár szerintem ma bejelentheti, hogy kilépnek. De ha felfüggesztik, az azt jelenti, hogy a macska asztalhoz küldik az Orbánt.
Eddig ott ült, ahol a nagyfiúk ültek. Most pedig oda fog menni a szélére, ahol a legjobb eredmény, amit elérhet, ha ezekkel összeáll, ezzel az euroszkeptikus, nácoid, fasisztoid brigáddal, hogy az egyharmadig eljutnak-e. Orbán kikerül a perifériára. És ettől nekünk? Hát nekünk ez a létező legjobb. Ez azt jelenti, hogy ha a Weber azt mondja, mert most már lassan ez az ára annak, hogy ő európai... Hát, hogy megszavazzák. Igen, a bizottság elnökének. Igen, az, annak az az ára, hogy ezt a... Tehát ugye ők azért hozzák meg ezt a döntést, ezt a felfüggesztést, mert nekik már a helyi, saját országukban csökkenti a választási győzelmi esélyeit. Németországi felmérés szerint a CDU-CSU szavazók 66%-a is azt mondja, hogy az Orbánt ki kell rúgni. Hát a Weber és a Merkel ezek után végig gondolhatta, hogy most ér ennyit az Orbán 10 mondjuk mandátuma, vagy nem ér ennyit. És arra jöttek rá, hogy ők maguk fognak veszíteni, mert a nyakukra fognak jönni a szabaddemokraták, vagy a, tehát a liberálisok, a zöldek, és így tovább, és így tovább, az Orbán miatt. És rájöttek arra, hogy ez egész egyszerűen most már nem éri meg. És ami az Orbán számára végzetes lehet ebből a szempontból, hogy nincs szava ott, amikor a pénzről beszélnek. Azt már tudjuk, hogy a következő ciklusban kevesebb pénz lesz, ez már eldőlt. Na most, ha ehhez képest még ott tartunk, hogy bizottságokat küldenek majd ide ellenőrizni, hogy hogy áll a magyar jogállam, és akkor azt mondják, hogy akkor még ebből a pénzből, ami eddig ekkora volt, és most ekkora, amikor most ennyit még visszaveszünk. És ezt ki fogja kifizetni? Mi? Hát az, de nem tudjuk kifizetni, nincs pénz rá. Tehát az azt jelenti, hogy ellehetetlenül megáll az ország, az azt jelenti. De a német kormány azt is el tudja intézni, ha nagyon akarja, hogy az a X befektető, aki most éppen, akivel éppen tárgyalnak, az mondjuk Romániát választja. Vagy Szlovákiát. Hát nekünk nem az a jó, nekünk az a jó, ha az Orbán megbukik. Jó, de ez olyan, hogy el kell érnünk a medence alját, hogy el tudjuk magunkat lökni az aljáról. Tehát most még lefele megyünk. Ez jó. Lefele megyünk az aljára, tehát még egyre rosszabb a helyzet. Jobb, mint a Pancsolt aréna. Igen, és még egyre süllyedünk, de azt tudjuk, hogy ez egy medence és nem tenger. Tehát előbb-utóbb meg lesz az alja, és még van annyi levegőnk, hogy amikor nagy baj van, akkor el fogunk rugaszkodni. De az országnak meg kell éreznie. Ennek a fideszes brigádnak, amelyiket totálisan elhülyítettek és elbutítottak a propagandával, valahol el kell kezdeni erjednie, és fölismernie azt, hogy itt valami nagy baj van. Jó, te pár éve ismered a fideszeseket. Hogy? A születésük óta szinte. Parlamentből. Van olyan fényképen az Orbánnal foci után. 89. Na, szóval, van-e arra esély, hogy ott valami belső erjedés induljon el ennek hatására, amiről most beszéltél? Hát ez... mindenki annyira le van már kötelező, hogy senki nem mer Orbán nélkül. Ezt én nem tudom elképzelni. Tehát Mick Jagger nélkül nincs Rolling Stones koncert. Tehát olyan nincs, hogy valaki föláll és azt mondja, hogy éneklem az Angie-t és a Satisfaction-t, és ott áll körülöttem a Lázár János, meg a nem tudom én kicsoda, de ha nem az Orbán énekel, akkor ez nem a Rolling Stones, vagy nem a Fidesz. Tehát én ebben, tehát Orbán maga a Fidesz. Tehát én ilyet nem nagyon tudok elképzelni, ráadásul azt pontosan tudják, hogyha az Orbánnal bármi történik politikailag, akkor az nem csak a Fideszt temeti maga alá, hanem az egész magyar jobboldal. Tehát akkor olyan szinten kell újra építkezni egy, ahogy mondani szokták, egy modern, konzervatív, kereszténydemokrata pártot, csak honnan és ki? Jeszenszky Géza nem jobboldali? De Jeszenszky Géza nyilvánvalóan jobboldali, de hát nem látom a benne azt 70-valamivel. Nem, semmi szerepet nem számnék én se neki. Igen. Tehát ugye a Jeszenszky történet is azért érdekes, mert ő, és mondjuk a Bot Péter Ákos annak tipikus esete, akikről azt gondolja az ember, hogy ilyen okosak, meg művelt, meg tájékozott, meg világot jár, stb. Hogy nem tetszettek ezt látni, hogy ez az ember kicsoda? Tehát miért van az, hogy az én, nem tudom én,
vagy XY falusi rokona pontosan tudta, hogy az Orbán milyen, aki még életében nem ment ki az udvarán kívülre, és a paradicsomot gyomlálgatta, és azt pontosan tudta, hogy fú, az, nem, az az ember az nincs rendben, és ezek nem látták. Sajnos, nagy követe lettél ennek az embernek, te meg miniszterelnök jelöltje lettél, amikor elvesztett az első fordulót. Ilyen, ezt is tudnék mondani. Hát hogyne, olyan. Ezt hagyjuk. Igen. Azt mondja, de hát van remény ugye Szlovákiában. Ó, ezt nagyon jó, hogy mondod ezt a példát. Nagyon jó remény van. Belgrádban is, ugye az annyira nem szimpatikus nekem, mert rohadtul elegem van ebből. Van egy ilyen észak-dél-tengely. Igen. Ugye hát ugye a lengyeleknél az történt, hogy ott fűfavirág összeállt egy Európai Uniós listára, és a közélemi kutatások szerint több mandátumuk lehet, mint a Kaczynszkijéknak. Ott az lehet a fordulópont. Hát ott működik. Ráadásul ugye nem indítja magát újra az európai, hogy hívják hirtelen akart, a Tusk nevű ember, a Donald Tusk, hanem haza akar menni Lengyelországba, és új pártot alapít, nem egy ilyen fasisztoid Kaczynszki, hanem egy ilyen úgynevezett mérsékelt konzervatív pártot, és azonnal elindult fölfele az ő ázsiója, tehát már az önmagában, tehát Lengyelország. Ugye a szlovákoknál az első választási fordulót megnyerte ez a 40 éves jogásznő, aki hát korrupcióellenes, liberális, zöld, szőke, elég fotogén, igen. és így tovább. Tehát nagy valószínűsége meg fogja nyerni a második kört is. Ott a következő pofon Orbán arcára, és hát a Belgrádban egy Orbánhoz hasonló figura fasisztázza most azokat, akik körbeveszik az elnöki palotát, meg bementek a tévészékházba, de hát láttuk már ilyet, egy Milosevics nevű ember is eljátszotta ezt. Látod, így most bemenni a tévészékházba. Hát szeretném én látni, ki jön velem a tévészékházba. Na, szóval hát bár az lenne, hogy a tömegek úgy döntenek, hogy bemennek. Sokkal egyszerűbb lenne. De nem akartak bejönni, pedig ott álltak kint. Mi benn voltunk, de ők nem jöttek. Pedig az 1500 ember, aki ott kint volt, a Kunigunda... Kevés. Hát a Belgrádba sem ment be több. De ha az minden indul, akkor milyen őrség állítja meg őket? Senki. Na, de nem jöttek. Mikor mi kimentünk, akkor nagyon örültek nekünk, hogy kiszabadultunk, nem tudom én, mint Stancsics a börtönéből, de ettől még be az egyik se akart jönni. Nem tudom. Nem tudom. Egyébként ennek a balliberális világnak nem is ez a kultúrája. Tehát az Orbán ugye ezzel a jobbikos csürhével meg tudta csinálni, ugye 2006-ban hosszas hónapokon át tartó szervezéssel, büntető jogi mentességet ígérve azoknak, hogyha majd fordul a kocka. De ennek a világnak ez nem kultúrája. Sőt, az a kultúrája, hogy a közös köztársasági elnök jelölt azt mondja, hogy mit mondott. Szóval... Hogy öngyilkosok. Hogy öngyilkosok vagyunk. Hát, de tényleg, olyan szívesen meghallgatnám ezeket az embereket, vagy bárkit arról, hogy mit csináljunk jobban. Pedig nem egy buta ember. Igen, de mi a rossz abban, amit mi csinálunk? Mit kellene máshogy csinálni? Fellapoztam az ést. Na, hát, egyik oldalon azt mondja az egyik, hogy összeállni. Igen. Ki mindenki mindenkire? Igen, a másik meg azt mondta, hogy Isten ments. Igaz, hogy momentumos a másik, de ő meg azt mondta, hogy Isten ments. Hát akkor hol az irány? Az egyik azt mondja, hogy de volt egy időben egy ilyen szöveg, hogy miért nem vonul ki az ellenzék a parlamentből? De, és akkor mi van? És akkor most, és ott, akkor mi történne? Hát egyrészt azért tetszettek elmenni szavazni és leszavazni különböző pártokra, hogy ezek legyenek ott. Másrészt én ma kaptam egy írásos választ arról, hogy a magyar titkosszolgálat igenis vizsgálta az orosz banknak a tulajdonosát, aki a KGB-snek a fiacskája. És ebből ma lett egy hír, hogy azt állítja a Nemzetbiztonság Magyarországon, hogy ők ezt vizsgálták. Ha én most nem vagyok képviselő, akkor ezt a kérdést nem tudom föltenni, ez a válasz nem jön meg rá, ebből nem lesz egy hír. És még hosszasan sorolhatnám. Ha nem vagyunk képviselők, akkor nincs az Orbán arcába fütyülve, hogy most akkor a Tordai Bencét idézzem, vagy bárki mást. Szóval nem minden jogszabályra van alternatív jogszabály.
és higgyétek el, ha rajtunk múlna, a demokratikus koalíció múlna, már alternatív nemzetgyűlés lenne, már alternatív parlament lenne, alternatív alkotmányterv lenne, csak hát ennyi pártot, hát hogy úgy mondjam, a különböző érdekekkel meglehetősen nehéz egy táborba gerebjézni. Kedves képviselő úr, kedves Zsolt, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Remélt adtál, fel foglak hívni májusban egyszer. Nagyon szépen köszönöm, és szívesen jövök bármikor. És felhívlak októberben egyszer. Jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm.